Start! Start elindult a nap harmadik kincsenparki ügyető futama, ez a Golden Lady díj. Rafael Bitt volt egy picit bizonytalan a start előtt, a favorit szlovén színekből futó Vanilla MMS viszont rettenetesen gyors, és már az első kanyar az érve meglehetősen tisztességes előny szerzett magának, ez jó 10 méterre tehető Trencsénnel szemben, az egyébként mindig nagyon gyors Roki jár ezúttal a harmadik pozícióban, van Livi Kikov, illetve Újráza lovak további sorrendje, Szilvás, valamint a gyengébe kezdő Rafael Bitt a sor végén. Vanilla MMS vezet, hogy közben egy lovat diszkvalifikáltak, közösen számunkra is kiderül, hogy ki volt az. Mögötte libasorban jön a mezőny, Trencsénre Roki Hár, Livi Kikov, Újráz, Szilvás, valamint Rafael Bitt sorrendben, és azt nézem közben, hogy hatossal Rafael Bitt át, akit kidobtak. Hát mindesetre egy körrel a vége előtt Vanilla MMS továbbra is nagyon magabiztos, és most elindul Újráz, és ennek a rohamnak az lehet a vége, hogy megérkezik a favorit mögé közeli másodiknak. De úgy tűnik, hogy Turgut Sándor inkább beveszi a lovat a vezető ügető mögé, úgyhogy mögötte versenyez jelen pillanatban, kvázi húzatja magát, Vanilla MMS tehát elől, Újráz követi őt, Újráz mögött pedig Trencsént láthatjuk, a sorban pedig a negyedik pozíciót Roki HR foglalja el, szintén rányomva közlekedik Livi Kikov, aki pedig zárja a még versenyben lévő ügetők sorát, az Szilvás, hát elég messze van a vezető lótól, Vanilla MMS-től, aki mögött szorosan ott van, Újráz a háttérből, Roki HR az, akit kivett Juhász Balázs második spurba, és igyekszik közeledni az első kettőhöz, jelen pillanatban most már tehát a Tiszán a harmadik pozícióban versenyez, akkor, amikor közelítenek a kanyarhoz, és Újráz is megindít egy támadást, kihúzta őt Turbut Sándor. Jön az utolsó 400 méter, Vanilla MMS mellé talán Újráz meg tud érkezni, Roki HR lépésről lépésre közelít a vezető kettőshöz, Trencsén sincs messze, Livi Kikov, Szilvás pedig a sor végé. Az utolsó 300 kezdetén még kézből jön Vanilla MMS, de Újráz most már ott van teljesen mellette, fejt. Újráz megtámadja a favoritot, Vanilla MMS, illetve Újráz, mögöttük pedig Roki HR is egyre közelebb van. Az utolsó 150 méter az érve Vanilla MMS mindig kézből jön, egy picit talán könnyebben is, mint Újráz. Vanilla MMS növelni tudja az előnyét a támadó ellenféllel szemben, és utolsó 50 méteren már nincs kérdés. Vanilla MMS Mitya Slavicsal végigvezetve megnyeri a Golden Lady díjat, mögötte Újráz lehet majd a második, Roki HR a harmadik, Trencsén a negyedik, Szilvás és Livi Kikov mögötte a sorrend.